A mai napon Baranya vármegyében telik, első programpontként a vadászkamarához érkeztünk, aminek területi elnökével és igazgatójával fog találkozni, Rittlinger József, agrárkamarai elnökünk már itt van, úgyhogy be is megyek hozzájuk. Baranya vármegyei elnökségi ülésén jártunk, elnök úrral megyünk majd tovább, a elnök uraknak pedig köszönöm, hogy volt lehetőségünk egyeztetni. Szervusztok, és akkor most irány tovább Baksára. Schmidt & Co. Kft. Gyógynövényfeldolgozás. Így van. Mit lehet tudni erről a cégről? Hát 1997. április 1-től családi vállalkozásként dolgozunk. És ez nem tréfa? Ez nem. A bolondok napján, az úgynevezett bolondok napján alakultunk meg, de komolyan vettük a dolgot, mert azóta is megvagyunk. A fő tevékenységünk az gyógy- és fűszernövényeknek a fölvásárlása, földolgozása, termeltetése. Ebben az évben megvalósuló beruházásokkal vagy telepítésekkel együtt olyan 4150 hektárt integrálunk. Ebben csak gyorsan sorolnám a növényeket, az édeskömény, a csipkebogyó. Az édeskömény közel 2000 hektár, csipkebogyó 1000 hektár, és akkor vannak még kisebb növények. A hobbi növényem a kamilla, amit 89 óta termelek, és aztán zsája, ciszkafarkfű, kakukkfű, és még egy csomó más egyéb apró növény, ami 5-10 hektáron van. És mi történik ezekkel a növényekkel, amikor bekerülnek ide? Ezek integrálva vannak egy nagy német céggel, a Martin Bayer céggel, a világ egyik legnagyobb gyógynövényes cégének az integrátora is vagyunk egyben. A termelőkkel, beszállítókkal együttműködési megállapodásokat kötünk, az alapján dolgozunk, ahol le van írva, hogy nekik mi a feladatuk és mi a mi kötelességünk. Ennek egy nagyon nagy előnye van, hogyha megtermelik az árut, akkor annak biztos piaca is van. Tehát ez volt a szándék, hogy én ebbe a dologba belépjek. A másik pedig az, hogy a cég, ha majd már én sem leszek, ez tovább menjen, a dolgozóknak meglegyen a fix munkahelyük, és a beszállítóinknak a fix piaca. Megnéztük az üzemet, és egy kérdés azért megfogalmazódott bennem, ezt hova lehet eladni? Tehát mi a piac? Ez mennyi belföldi és mennyi export? Hát sajnos a belföld az csak 1% a 100%-os eladás. 1%? Így van. 99% az exportra megy. Tavaly évben ilyen 600 és 700 tonna között szállítottunk ki. Nagy kamionokban gyakorlatilag készárukat állítunk elő, vagy félkész terméket némelyikből, és ennek biztos piaca van. Tehát mi olyat nem termelünk, raktára nem termelünk, ennek ez minden van adva. Hát köszönjük szépen, egy élmény volt. Én köszönöm. Csaba, köszönjük, legjobbakat, szervusztok. Mi meg megyünk tovább egy gazdafórumra. Megérkeztünk Sejjére, mai nap utolsó állomása, baranyai túránknak a vége. Gazdafórum következik. Kíváncsian várom, hogy a gazdatársak milyen kérdésekkel találnak ma este meg engem.